Jó, fénytörő eszközök közül a lencse néhány sugármenetét tanulmányozzuk és gyakorlati felhasználását fogjuk ma megfigyelni. Kétféle lencsét ismerünk, az egyik lencse a gyűjtőlencse, kétszer domború ez a lencse, a másik lencse pedig a szórólencse, mely kétszer homorú lencse. Azért hívják az egyiket gyűjtőlencsének, mert a rá párhuzamosan eső fénysugarakat egy pontba összegyűjtés, ezt fókuszpontnak hívjuk. Ezzel a kis diagramon szépen lehet tanulmányozni, hogy ez hogyan történik, lézer sugarak segítségével. Ez az optikai tengelyük, rámerőlegesen itt található a optikai középpont. És nézzük meg, hogy mit tesz a lencse a rá párhuzamosan érkező fénysugarakat, gyönyörűen lehet látni, egy pontba gyűjti össze, ezért hívják gyűjtő lencsének. A másik lencsét, ha vizsgáljuk, a szóró lencsét, benne van a nevében, hogy a párhuzamos sugarakat szórja, ezért szóró lencse. Minél nagyobb a görbületi sugara, annál jobban szórja, kisebb méret esetén pedig ugye nagyobb a görbületi sugár, még jobban szórja a ráeső párhuzamosan eső sugarakat. Jó, most tanulmányozzuk a lencsék nevezetes sugarait, visszateszem a gyűjtőlencsét, és egy sugárral, egy fénysugárral, egy lézersugárral tanulmányozunk, hogy hogyan viselkedik a lencse a ráeső sugárral. Ha a sugár, fénysugár átmegy az optikai középponton, a lencse nem változtatja meg a fénysugár útját, lehet gyakorlatilag is megnézni, hogy milyen szépen, ha az optikai középbe esik be a fénysugár, akkor nem változtatja meg. Abban a pillanatban, hogy nem oda esik, megtörik. Szépen látszik, hogyha lefelé mozgató, ott is szépen. Tehát megállapíthatjuk, hogy a optikai középponton átmenő fénysugarak nem változtatják meg az útjukat a lencse átoldása során, vagy irányukat. Ha párhuzamosan haladnak a fénysugarak a optikai tengellyel, akkor vizsgáljuk, minél kijebb megyek, annál jobban megtörik, és ahogy közeledek az optikai tengelyhez kevésbé, és mindig egy ponton halad át a optikai tengelyen, és ez a pont a fókuszpont, lehet látni, hogy körülbelül itt van a fókuszpont, ahol fókuszálja és összegyűjti. Jó, a következő nevezetes sugár pedig az, hogyha erről megkeressük a fókuszpontot, mégpedig oly módon, hogy mivel a fénysugár útja megfordítható, most a fókuszpontot keresem, mégpedig úgy, hogy ha átmegy rajta a fénysugár, akkor párhuzamosan folytatja az útját, és megtaláltam, látszik körülbelül párhuzamos, és ha ügyesen mozgatjuk, akkor lehet látni, hogy különböző szövegben is párhuzamosan megy tovább, tehát ez a fókuszpontja a gyűjtő lencsének. Ez a három nevezetes sugármenetek van a domború lencsének. Nézzük meg a homorú lencsét. Láthatjuk, hogyha az optikai középponton megy át a fénysugár, továbbra is ezzel sem változtatja meg az irányát, tehát megállapíthatjuk, hogy mindenféle lencsénél az optikai középponton áthaladó sugár nem változtatja meg az irányát. Nézzük meg, ha párhuzamosan esik a fénysugára szóló lencsére. Lehet látni, hogy minél kijebb megyek, minél vastagabb a fénytörő közeg, annál jobban szólja. Így van. Igazából úgy haladnak ezek a fénysugarak, mintha ezeknek a meghosszabbításával indulnának ki, ennek a szétszólt fénysugárnak, és ezért ennek a fókuszpontja meg képet látszólagos lenne. Nézzük meg a lencsék gyakorlati alkalmazásának néhány esetét. Ehhez a legfontosabb felhasználási terület a lencséknek, vagyis a legfontosabb hely, ahol léteznek, az a szemünk. A szemünkben is található lencse, nyilván nem ilyen műanyagból van, és ez egy domború lencse.
itt az optikai tengely. Most megnézhetjük, hogy tulajdonképpen milyen szemhibáink lehetségesek. Nézzük meg, hogyha jó a szemünk, akkor mit látunk. Látjuk, hogy a párhuzamos sugarakat, ami a szemlencsére esik, a retinán a sárga folton gyűlik össze, szépen éles kép keletkezik, egy pontot látunk, tehát látszik a sugármeneteket, ha megvizsgáljuk, hogy fordított és fordított állású kicsinyített képet kapunk. Viszont nem mindenkinek jó a szeme, mert az izmok nem mindig úgy működnek már valami betegség folytán, vagy korral, ahogy kéne, és ezért vannak különböző szembetegségek, szemhibák, mármint a lencsét illetően. Itt van az egyik példánk, látható ez a közellátás esete, amikor a lencse hamarabb összegyűjti a fénysugarakat, mint ahogy a sárga foltra jönne, és látszik, hogy ott egy homályos folt jelenik meg a fénypont helyen, és ezért szemüvegekkel lehet ezt korrigálni. Olyan szemüveget használunk, ami szórja a sugarakat, és ezért a közellátás problémát egy homonú lencsével tudják, tehát homonú lencsét tesznek a szemüvegbe, ennek a dioptriája az negatív, és akkor látjuk, hogy így elérhető, kiszámolva a fókuszpont távolsága, jól lássunk. Tehát ez az egyik szem probléma, a közellátás, tehát homonú lencsével lehet korrigálni. A másik szembetegség lehetséges a távollátás esete, nézzük meg. Itt viszont látjuk, hogy látszik, hogy megint csak a sárga folton egy nem egy pont képe jelenik meg, hanem egy folt, tehát nem éles a látás, és itt az a célunk, hogy minél előbb összegyűjtse a fénysugarakat, és ezért ehhez egy gyűjtőlencsét lehet alkalmazni. Ugye ez nyilván szemorvos ezt tudja, kiszámolja, beméri, hogy anyas lencsét kell használni, és így elérhetjük, hogy újra a sárga folton jelenik a kép. Tehát a távollátást domború szemüveggel lehet javítani. Jó. Tehát a legfontosabb ugye a lencsék alkalmazáson a saját szemünk. Viszont vannak technikai eszközök is, ahol alkalmazhatjuk a lencsét. Lencséket, és ez a következő. Az egyik azért van fordítva, ugye, hogy világosan a szemembe ez a lézerfénymet erős. Ez tulajdonképpen a teleszkóp eredeti jel, a Kepler-féle távcső, amelyben két domború lencse található, és nézzük meg, hogy milyen a képalkotása. Az egyik domború lencse a párhuzamos sugarakat összegyűjti, úgy, hogy a fókuszpont az a két lencse között legyen, és a másik domború lencse pedig ellentétesen dolgozva ezt újra párhuzamosan alakítja. Ennek a távcsőnek például az az előnye, hogy nagyon nagy a látótere, ha megfelelően ezt a tubushoz beállítjuk, akkor nagyon nagy látóteret lehet vele létrehozni. Jó, másik felhasználási területe lehet például a fényképezőgép esete, ahol látjuk, hogy beérkezik a párhuzamos fénysugár, ez itt a filmet jelenteni, vagy filmet mutatná, és ha teszünk oda egy gyűjtőlencsét, akkor szépen oda fókuszálja a filmre, és így jön létre a kép, tehát így tudja lekicsinyíteni, és fordított kép keletkezik.